biztos, hogy örömmel. Idén is változatos programokkal készült a húsvétre a Budafoki Evangélikus Egyházközség. Gyakorlatilag minden korosztálynak igyekszünk olyan programokkal készülni, amik segítik a húsvéti felkészülést, az elcsendesedést. Volt már koncert a templomunkban, ezt ökumenikus szervezés volt a Mach maraton keretében, volt mozgássérült passió, amit a Magyar Evangélikus Ifjúsági Szövetség szervezett. Most a kézműves foglalkozás zajlik éppen hitoktatóink vezetésével. Isten tiszteletek lesznek a nagy csütörtökön, nagy pénteken is két Isten tiszteletünk, az egyik Jézus szenvedés történetének részleteit olvassák fel gyülekezetünk tagjai, és a húsvét hajnali Isten tisztelet lesz majd az egyik csúcspontja a húsvét ünneplésének. 17:30 kezdődik, és ez teljesen sötét templomban indul, és ahogy kel fel a nap, úgy egyre több fény árad a templomba, és mi is meggyújtjuk a húsvéti gyertyát, Jézus szimbólumát. A kézműves foglalkozáson apró dísztárgyakat készíthettek el a gyerekek, valamint egy olyan makettet, amely a húsvéti történteket mutatta be könnyen értelmezhető formában. Ismerjék meg, hogy mit üzen húsvét, mi a húsvétnak a lényege, Jézus Krisztus feltámadása, de a feltámadás önmagában ez az örömteli esemény még nem áll meg, hiszen ahhoz kellett Krisztus keresztje is. Ez is nagyon fontos, hogy erről is tudjanak. A nagyobbak számára már azért komolyabb tanítást próbálunk, igyekszünk adni. A múlt pénteken például az ifjúság számára a húsvéti széder vacsorát jelenítettük meg keresztény értelmezésben. A zsidók Egyiptomból való szabadulását ők családi körben ünneplik általában ezen a széder estén, egy speciális vacsora keretében, ahol különleges ételeket esznek. És miután Jézus a tanítványival ezt az ünnepet ülte meg, és ekkor rendelte el az úrvacsorát, tehát ekkor mondta azt a kovásztalan kenyére, hogy ez az én testem, és a borra, hogy ez az én vérem. Ezt így tanítjuk meg a fiataloknak, hogy lássák az összefüggéseket, hogy amit hittanórán Mózes történetéből tanultak, az az úrvacsorában hogyan csúcsosodik ki. Az egyházközség Isten tiszteletét vasárnap 17 órakor láthatják a Promontor TV adásában.